Hogyha szereted a Simulator gémeket, akkor nézz körül Enebán, hiszen jó pár ilyen típusú játékot találhatsz ott jó áron. Használd a KD csapatkupon kódot további 3% kedvezményért, link a leírásban. Sziasztok, én Dave vagyok, és ez itt a Wedding Designer, ahol gyönyörű, szép esküvőt fogunk tervezni. Hát nyilván szeretnék esküvőket tervezni egy játékban, miféle kérdés ez, főleg, hogyha egy régi lerobbant farmot kell egy gyönyörű, szép helyszínné varázsolni, természetesen a humor elemekkel megspékelve. Dear Jesse! Miért állott egy malacon egy birka a képen? Nem is érdekes. Na hát Mary néni írta nekünk, hogy örül, hogy átadta nekünk az esküvői szervezői bizniszt, és hát reméli, hogy jó kezekbe lesz. De ahogy láttam, eléggé el lett hanyagolva az utóbbi időben. Hát igen. De a torta azóta is itt van, figyelj! Mondjuk lehet, hogy műanyag és dísz, de a maximum majd egy kicsit le kell porolni, hogyha ezt hiszük majd magunkkal. Húha! Hát ez bizalomgerjesztő, ez a lepel itt, be se lehet mögé menni. Lehet ott vannak a hullák, azokkal most nem is foglalkozunk. What? egy... Secret jegygyűrű, az igen! Kis hátsó udvar, igen, a biciklinek a legelterjedtebb tárolási módját láthatjuk. Hát mit lehet még itt mondani? Tervezőasztal majd itt a nagy bulikhoz. Ha Mary néni, itten érdekes dolgokat csináltott, mondjuk, maradjunk annyiba. Á, biztosíték szekrény, felcsapjuk a világítást bent kint. Vacuum cleaner. Ja, meg itt feltakarítom, mert minden... Anyád, mi az a céges verda? Mi felni van rajta? Ezzel fogunk itt furikázni. Figyelj, be fogunk mi itt indulni. Ó, itt a múltkori lagziból megmaradt ki sós. Szóval ami a lényeg, nem lehetünk jó rendezvény szervezők, hogyha nincsen tiszta irodánk, szóval a tuning szekérből. Hát azért ez komoly bringa. Kivesszük a kis porszívót. Aztán... szónikus minden. Méri néni azért nem szórakozott itt a felszereléssel, érted? Én azt sejtettem, hogy a földről kell majd felszívni a porszívóval a csuvát, de nem. Ezzel a zsákokat kell felszívni. Ez megvan, és akkor most el kell távolítani ezt a halotti leplet, vagy nem tudom mi ez itt. Aha. Egy szekérnek a kereke. Ez fontos, hogy legyen. Azon kívül meg egy egyszerű kis hátsó rész. Kell nekünk a felmosó. Ja, hát igen, hát felmosunk, nem porszívózunk. Padló felmosva, ezeket nem lehet innen felvákumolni? Ó, dehogy nem. Mindent felszívunk ezzel a szarra. Find the pump in the drawer. Pump? Ezt jól láttam. Torta. Pumpa. Felfújjuk a tortát? Why? Oké, és a székkel? Azt nem lehet. Csak bizonyos dolgokat lehet felfújni. A következő feladatunk, hogy átváltsunk a díszítési menüre, és hát díszítsünk. Ó, itt egy különböző ilyen díszítő elemek lesznek. És akkor így tudod így húzni, meg minden. Kár, hogy sehova nem engedi, mert piros, pedig ez itt tök jó lenne. Ja, oda, új, oké. Tehát akkor megfelelő pontokba lehet, hát ez csodálatos. Egyből díszítve érzem a helyet, hopp, oda is lehet egyet. Nagyon jó, az igen. Rakjuk kis masnikát is, azért van több is. Masni, másféle masni, luffy, virágcsokrok, na, az osztopokra. Hol van oszlop? Ó, igen, ez csak azért lett ide rakva, hogy utána kidíszítés. Nagyon jó. Szerintem értem az alapokat, jöhet a laptop, és itt van az első megrendelésünk. Talán nem fogsz megismerni, én vagyok Amanda, a nagynénédnek, az unoka testvérének, a nagybácsiának, a testvérének a testvére. Ja. Meg vagy. Másrészt pedig a polgármesternek a lánya, aki azért felelős, hogy megszervezze a Summer Fair rendezvényt ezen a Chesterville-i farmon.
Viszont sajnos elestem a kutyámnak a játékával, és kificamodott a bokám. Méri néni azt mondta, hogy tehetségesek vagyunk, szóval szeretné, hogy ezt átvennénk tőle, és még fizetne is érte. Persze, hogy tehetséges vagyok. Látod, hogy felraktam oda azt a 2 darab szalagot? Azt mind én raktam oda föl. Most ezt mondta, nem tehetség. És irány a farm. Oh. Oké. Bro, itt legébb búcsút nem szerveznék, nem hogy izét, esküvőt, vagyis hogy hát gondolom lagzit. Traktor! Lehet vele menni? Elvileg lehet. Annyit láttam, hogy lehet traktora menni. Hát nem. Na mindegy. Hello bácsi. Ám te lennél a gazda, gondolom. Igen, én vagyok az. Oké, azt mondja, hogy az első dolgunk, hogy a disznókat bezárjuk a helyükre, és utána nyomunk egy traktorversenyt. Ezt szeretem, ezt szeretem. 10-es farmer, így kell fogadni a vendégeket. Hello, cucu, be kéne menni. Oh, most terelem? Most, arra mennyi. Mondjuk, ja, várj, ott egy nyíl, igen, akkor valószínűleg oda kell őket beterelni. Mennyi, malacka, mennyi? Kicsit jobbra. Várj, hol a bejárat? Ott a bejárat, akkor adunk neki egy ívet, és rátekerjük. Nagyon jó. Már bent is vagy? Nagyon szép. Vegyük elő a fúrót, és újítsuk fel az olt. Persze! Még ne arassam le a búzát is mellé, vagy valami. Hát hagyjál már, én nem ezzel jöttem. Itt van, fúró. Persze. Akus fúró, ezzel mindent megcsinálsz. Már ott is van a drótkerítés. Easy. Collect garbage. To turn into materials. Oké, tehát hogy ahhoz, hogy tudjunk tovább felújítani, 2 szög és 1 fára van szükségem, szóval a porszívóval felszívunk ilyen törmelékeket, mint például az a fa, és ebből kaptam 4 fát. Oké, figyelj, szedem össze a fákat, az valamelyikben csak lesz csavar, aztán megleszünk vele. Habár nem úgy tűnik. Hú, mennyi szemét van itt a barnba. Ez kifejezetten úgy néz ki ez a hely, minthogyha ezt kellene teljesen kipucolni, hogy majd idebent lehessen az asztal, vagy valami hasonló, nem tudom, tánctér, DJ, amit kértek. Na hát kitakarítottam, legalábbis összeszedtem az itt lévő cuccokat, a ganét azt majd mindjárt feltakarítjuk. És már lehet is 38 darab csavarom és 96 fám, szóval szerintem ebből már az egész disztóolat felújítjuk. Várjál cuccokkal, mert... igen, gondoltam. Már ki is ment a másik. Anyám. Gondolom, hogy mindjárt itt jöntünk ide egy szép kis kaput, azt akkor nem fognak már kimenni. Hát nem. Nem akar építeni kaput. Nem lenne az mondjuk logikus? Jó, oké, hát mindegyik malasztak bent kell lennie. Ajaj. Jó, kezdjük a legmesszebb lévővel. És mondjuk próbálok egyszerre többet is. Menjél. Gyere te is. Gyerünk. Szedd a csülkeidet. Ne, indulj már visszafele. Nagyon jók vagytok. Hát, mintha valami terelő kutya lennék, hallod? Egyszerre fog bemenni a 3, figyeld. Júj, de szép. Zsír. Ben vannak, és 5 perc múlva ki fognak jönni. Find the tractor keys, ezt már nevezem. Hát gondolom benne van. Nem. Oh, ott mutat egy másik nyíl. Gondolom ott lesz a kulcs. Miért mutat a nyíl a méhészethez? Hol máshol lenne a kulcs, vágod? Keres egy módszert arra, hogy elkábítsd a méheket, gondolom? Akkor ide füstölő kell. Hopp, ott van. Igen, a jó kis méhfüstölő. Ideje elkábulni, srácok. Nem szeretném, hogyha összecsipkenétek a seggemet. Aha. Na. Már benne van a fülembe.
Ott a traktorkulcs, hát persze. Mondjuk hát innen nem lopják el. Az biztos. Akkor mehet a veretés. What? Traktor race, checkpoint 12. Fast Johnny az első, hát ki más, érted? Rózsaszín, kék, piros vagy fehér. Start! Te nem jössz, bátya? Azt hittem, hogy itt 1v1 lesz. Hogy ül be, de a kislány? Tekerje, oppá! Nem tudom, mit vittem el a bal hátsóval, de... Ujj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 j. Hogy be van feszülve? Mint ha most kapott volna 2 darab Sputnikot balba is, jobba is. Kemény munka közben nagyon fontos a megfelelő kikapcsolódás. Ujj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 
lava a kicsike. Hoppá! Na meg lesz fasz Johnny? Az a baj, az elején ütköztem egy nagyot, és hát így nem látok rá sok esélyt, de... Hát ha... hát mondjuk, ha így megyünk föl a hegyre, akkor így aztán nem lesz ebből semmi. Hát fasz Johnny ilyenkor már a kávéját itta a célba. Én meg még csak most vagyok a 10-nél. 11? Erőteljes ugratás be balra, de hova? A tóba vagy mi a szar? Azt a rohadt, vagy túl komoly, ja túl korán. Meg vagyunk, nagyon szép. Beat Uncle Bob time. Jó, hogy 1.26-ot kell mennem. Shit, várj, akkor átfőjük pirosra. A piros autók, vagy traktorok, mindig gyorsabbak. Ez az alapszabály. Veszik a szűk belsőt, nagyon jó. Kicsit kipörög. Most jó, csináljuk a stuntot, nagyon ott van. Kicsit erre. Itt is, azt a rohadt, ezt egy kicsit túltoltam. A szélegyenes ráfordító, ajjaj, nincs meg. Fuck. Magas sarkúba, az jó lehet. Ő se erre számított, ma úgy érzem. És ott van, 1.23. Borulás nélkül már sokkal könnyebb volt. Hát ez a Johnny, hallod? Azért ez feladta a leckét. Ha valakinek sikerül lenyomni fasz Johnnyt, én e-mailbe kérem a screenshotot, de nem áll meghamisítani meg ilyenek. De mi a kövi küldi? Bob, most már tudod, hogy ki itt az úr? Azt a rohadt, hát neked mekkora szemed van? Egy csecsemőnek szokott ekkora szeme lenni a fejéhez képest. Most már befogadtak minket. Jó traktorosok vagyunk. Zsír. Igen, jól gondoltam. Itt bent a pajtában lesz a nagy banzáj, szóval fel kell takarítanunk a földet is. Ott is van. Gyönyörű, szép, és meg kell javítanunk. Hát azért nehogy már itten ráessen a hullámpala valamelyik gyökérnek a fejére. Itt félrészegen, szóval beszegeljük a lyukakat. Első osztályú, mondjuk a tető is lyukas, szóval hát oda, hogy fog fölmászni? Mi lenne, ha átugradék a... milyen szélkakas? Nagy szélkakas? Ha? Atya úristen, miért ugrik a Jesse? Hát mint egy majom, mert azt minden... Már fenn is vagyunk, hopp! Hó, nagyon jó. Szerintem ők is ide, így szoktak feljárni. Hát jó, remélem hoztam magammal elég faanyagot, mert ezt a mutatványt még egyszer megcsinálni. Basszus, nem hoztam magammal eleget. Na jó. Wait, ez az én hangom volt? Ja nem, ezt a izé mondja nekünk, a Bob. A drótszamarat is beszívjuk, nem kell az már senkinek, érted? Hát figyelj, én mindent felszívtam, ami mozdítható, szóval visszamászok. Hopp! Nagyon jó, nagyon szép. Azért most már kezd érdekelni, hogy van ide olyan feljárat, ami normális. Az ott mi? Az ott egy collectible gyűrű, akkor ki lehet menni ide a traktorverseny részre is? Aha, ez tényleg az. Hát ide. 3 darab secret van ezen a pályán is. Megtalálom! Ciao, Barika! Én csak gyűrűket keresek, és azt hiszem, hogy megtaláltam a másikat is. A budi van, hát persze! Nagyon jó. Azt a rohadt! Az egy bajom volt! Gondoltam, akkor már megnézem, hogy a többibe is mi van. Hát, többet nem lehet zavarni. Jó, hogy a parkettát is fel... Azt
tudta? Hát ennyire egyszerű. Hát gyönyörű. Festőpisztoly. És jöhetünk festeni. Aha, a festőpisztoly már itt van nálam. Nézzük csak, hogy milyen színek vannak. Piros, sárga, rózsaszín, sötétkék, meg fehér. Húha. Zöld. Várja, van itt minden. Hűha. Ez csajos rózsaszín lesz. Hát persze. Úristen, lefestem nekik rózsaszínre a bárnt. Figyelj, kívülről nem lesz olyan, csak belülről, szóval... Egynek elmegy, na. A tehenek is majd utána jöhetnek ide romantikázni, meg ilyenek. Hogy néz ki ezzel a színnel? Jézusom. Nem baj, majd ráfogjuk a feleségre, hogy ő választotta a színt. Azért a KD-s motivum sem maradhatott ki a dologból. Így kívülről teljesen KD-s, zöld és kék, belülről pedig full rózsaszín. Vagyok ez egy kicsit furán hangzik. Na mindegy, hát szerintem csodálatos lett, szóval jöhet a dekoráció. Átváltuk dekorációs nézetbe, szóval lerakjuk a muzsikust. Egy zongora, place musicians. Up. What? Ó, basszus, hogy ezt lehet, hogy kintre kell rakni a táncparketre, hiszen az is van. Meg kell javítani a színpadot. Nagyon jó. Aha, és szed... és most ide össze kell rakni azt a rohadt. Azt hittem, ez csak egy gitár lesz, de már jön bele a... Ahogy nyomja! ez... Húha, metált fognak játszani, vagy mi lesz itt? What? Wait, most ez, mi ez a dekor? A trombitásra már nem merek ránézni. Ja, hát igen. Mi más lenne, mint egy... Mi is ez egyébként? Na mindegy, hát figyelj, akkor mindenképpen őt beraknám így frontembernek, azért ilyet nem látsz mindenhol. Ez a csaj, ez... Ő legyen itt a másik szélen. Ez a... Csábó, aki valószínűleg egy metal koncertre jött dobolni, nem pedig egy... esküvőre, ő legyen itt szépen hátul, ő pedig hát... Figyelj! Ő a fénypont. Középen, azzal a kis... ez a ütős cucc, szóval... Gyönyörű! A zongoristánk meg valahol a föld alatt, vagy a levegőbe, vagy... Nem is tudom. Valahol elbagolva. Oké. Vedd föl a védő fejhallgatót a kocsiból. Védő fejhallgató. Látjátok, így kellene minden szilveszterkor is a kutyádnak. Rárakni egy ilyet a fejére, és semmi baj nem lenne. Figyeljünk az állatokra. Pipi? Nem mondta, hogy rád is tudok adni. Mi nem tudok legugolni, maszki? Ezt látni kéne közelről. Mutasd magad. Puk! Valac? Cucuk? Nehogy itten megzargassanak titeket a zenével. Nagyon jó. Parancsolj. Pont a te méreted, ha bár a füled az egy egészen más helyen van, de... Te törődj vele, majd lefogja a zsabesz. Méhecskék esetleg. Mindenkinek a fejére egyet. Pedig egy méhnek is kell ilyen. Na, hogy azt mondjátok? Hát nem. Barikám. Úristen, úgy fény lesz, mint egy szent bárány. Hát... Fogjuk rá. Set firework. Mi a fos? Itt olyan tűzijáték lesz, leszáll a hajuk, hallod? Elméletileg most be kell állítani... A timert. Ó, be lehet állítani, hogy melyik, mikor induljon, akkor kékek lesznek a nulladikok. Utána ez a kettő szélső. Majd utána a rózsaszínek. Run the show. Begyomatom a gombot. Poci csap rá. Nyomjuk. Hagyjad már. Ez egyre menő nézett már ki. Na, és akkor most, ami még hiányzik, a bedekorálása ennek a bárnak. Hát ehhez annyi mindenünk van itt. Hát nekem ez nagyon be, lehet, hogy szakmát tévesztettem, érted? Odafigyelj! Hogy összerítjentettem a dolgot? Asztalok, virágok, háttér,
ez a boltív, izé, torta, meg lehet ezt pumpálni, vagy... Nem, most még nem lehet pumpálni, jó. Itt fog ülni majd a nagyapó ebben a sarokban, ide raktam neki egy kis utánpótlást is, hogy ne legyen szomjas. Kint is, ahogy megy majd a rockkoncert, vagy akármi kis asztalok, amire nem rakasz semmit, mert átesik rajta. Sütik, piák, minden, ott meg majd lehet ropni a nagy táncokat. Nagyon jó. És ezzel kész is vagyunk, megterveztük az első esküvőnket. Mehetünk vissza az office-ba, azt mondja, hogy ha úgy érezzük, hogy megvagyunk. Ó, oh, igen! Hát micsoda montázs! Hát arra nincsen semmi mondjuk, de... De se baj. Thanks for playing. Így van, ez még csak a prológusa volt a játéknak, egy kis ízelítő, egyébként ingyenes, hogyha gondoljátok. Nekem tökre bejön a stílusa a játéknak, szóval, hogyha megjelenik, én nagyon szívesen megnézem majd még a további contentet is benne. Hogyha te is így gondolod, akkor kérlek, nyomj a videóra egy lájkot, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel, hogy csatlakozz a csapatba. Na, sziasztok!